Az átlagostól kevesebb almát szüreteltek idén a gazdák, de a minőségre nem volt panasz. A magas eladási árak pedig kompenzálják a termés kiesést, nagy veszteség nem érte a gazdálkodókat. Jelenleg 50-60 forintért lehet eladni a léalmát, aminek soha nem volt ilyen magas az ára, és ez még tovább emelkedhet. Az országban még mindig Szabolcs megye az egyik legnagyobb almatermesztővidék. 18 ezer hektár, ebből körülbelül 5 ezer hektár elmegyen már a direkt rezisztens alma, ami a léüzemeknek lett telepítve, úgyhogy egy 12-13 ezer hektár van alma terület, de abból az ilyen korszerű ültetvény sajnos 3-4 ezer hektártól nincsen több, és ezt a területet kellene növelni az ilyen típusút, ahol már jégháló van, csepegtető öntözés, sűrű ültetvény, újfajta piacigényes fajták vannak ültetve, ez lehet a jövő. Európa legnagyobb almatermője jelenleg Lengyelország, 50%-os fagykár érte a lengyel almás kerteket, így idén ősszel nem lesz exportdömping lengyel almából. Románia az egyik legjelentősebb felvevő piac Európában. Nekünk legjelentősebb, ugye mondom, Románia, azt fekszünk hozzánk ugye legközelebb. Ugye a másik lenne Oroszország, de az embargó miatt ugye ez nem tudott megvalósulni. Hát alapvetően nekünk kisebb bizonyos fajtáknál még szóba jöhet ugye Olaszország, Ausztria is azoknál a fajtáknál, amik ugye náluk, aminál most hiány van, ilyen például a gála vagy a fuji fajta. A szakemberek szerint belföldön decembertől várható élénkülés az alma piacon, amikor főleg nagyobb áruházakba szállítanak a gyümölcsből. A belföldi kereskedelem mellett a feldolgozóiparban is nagyobb kapacitásokra számítanak a gazdák. Uniós támogatásból egy új gyümölcsfeldolgozó üzem létesülhet a megyében. A beruházás a vidékfejlesztési operatív programban keretében fog megvalósulni, 3 milliárd forint összértékű, és ez egy gyümölcsfeldolgozó üzem lesz. Nem csak almafeldolgozással, hanem más gyümölcsök, illetve piros kisbogyós gyümölcsök feldolgozással is, bizonyos zöldségek feldolgozására is alkalmaz lesz, sárga répa, cékla és egyéb más. 50%-os a támogatási intenzitás, tehát 1,5 milliárd forint az. Itt nagyon lényeges volt, hogy a technológiai sor az megfelelően legyen összerakva, hiszen nem csak egyfajta termék lesz. Ez a beruházás folyamatos bevételt jelenthet a szabolcsi gyümölcstermesztő gazdáknak, és új munkahelyeket is kínál a megyében. A vidékfejlesztési programnak van több olyan része, amely kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, amely foglalkoztatás bővüléssel is jár. Természetesen van olyan is, amely a gépesítésnek a javítását szolgálja. Tehát a kézi munkaerő nagyon sokáig meg nem nélkülözhető, és ezt a gazdálkodók tudják a megyében talán a legjobban, hogy jó munkaerőt nem is olyan könnyű ma már találni. Az elmúlt években egy olyan komoly változás jött végbe a megye foglalkoztatási helyzetében, aminek az eredményeképpen vannak olyan területek, ahol munkaerő hiány lépett föl. A kormány megbízott hozzátette, a vidékfejlesztési programra kimagaslóan sok pályázat érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.